Kezdünk! Sziasztok, hogy azt már az élőadásunkban láthatjátok, összesen 20.856-an csatlakoztatok ahhoz a kérésünkhoz, hogy Kocsis Máté adjon egy élő egyórás interjút, amiben többek között az úgynevezett szuverenitás védelmi törvénnyel kapcsolatos kérdésünket is föltetjük. Itt van az összes levél, amit tegnap az önkéntesekkel együtt megcímeztünk a részére. Ezeket most szépen megfogjuk és átvisszük a Fidesz Lendvai utcai székházához. Tartsatok velünk! Hát a hóban nem fog eljönni. Hát fog menni, gyerünk. Kérlek, ott kérlek, vissza. Nem, semmi tüntetés, nem. Küldeményt hoztunk. Ennyi fér bele. Egyszerű lenne, ha átvennék. Igen. Önnek is akkor ezek szerint az akadályba ütközik. Hát ja. Mi is ezzel küzdünk. Akkor látja, végig csak egy oldalon állunk. Hát legalábbis Kocsis Máté elérése vonatkozásában mindenképp. Régen egy pizzázó volt. Étterem, igen. Igen, uram. Annyi, nyugodtan itt le lehet tenni, és akkor majd mi átütetjük nekünk. Csodálatos, hova rakhatjuk le? Bárhol, csak ne legyen útba, ott oldalt valahol. Tegyük le nyugodtan. De eljuttatják, mert ezt állampolgárok írták. Még egyszer köszönöm kellemes ünnepeket. Önnek is a legjobbakat, viszontlátásra. Aztán remélem lesz belőle interjú. Azt biztos meglátjuk. Meg is nézzük. Minden jót. Az akció sikerrel járt, a Fidesz székházában átvették a Kocsis Mártinak címzett leveleket, és innentől kezdve nála van a labda. Reméljük, hogy a frakcióvezető úr meghallja az állampolgárok kérését, és eljön hozzánk a Partizánba egy egyórás élő interjúra. Ennek az időpontját egyeztessük e-mailben vagy telefonon. A titkárságán minden elérhetőségünk megvan, úgyhogy várjuk szeretettel a jelentkezését, és őt magát is a stúdiumba. Minden jót kívánunk, ciao!